Egy 800 főt számláló kis település Balsa, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében itt a legrégebb óta betöltetlen a házi orvosi praxis. 2012 óta helyettesítéssel kell orvosolniuk a problémát. De nem csak Balsa küzdik hasonló problémákkal, az országban 350, a megyében pedig jelenleg 22 tartósan betöltetlen körzet van, főleg a beregi térségben. A kormány most ezen a helyzeten szeretne javítani, így növeli a házi orvosi praxis vásárlásra és letelepedésre fordítható támogatás keretét. A magyar kormány 1 milliárd forinttal megemelte az alapellátási támogatásra tehető összegeket, így most már összességében 2 milliárd 250 millió forint áll rendelkezésre ebben az évben. Ugye ez két részre tud osztani, egyik a praxisnak a vásárlása, mint támogatás, másik pedig a letelepedéshez szükséges támogatás. Az államtitkár kiemelte, a keretösszeget azért kellett megemelni, hogy minden pályázó, aki megfelel a követelményeknek, megkaphassa a támogatást. Egy 5 éve betöltetlen praxis esetén akár 20 millió forintos támogatásban is részesülhetnek az orvosok, ha igénybe veszik a letelepedési támogatást. Itt ebben a pályázatban 6 éven keresztül ott az adott helyen kell praktizálnia, szerződést kötni az önkormányzattal és ellátást nyújtania. Ez segíthet a betöltetlen praxisoknak a feltöltésében, de azért azt látjuk, hogy egy tendencia van abban, hogy a központoktól, ahogy egyre távolodunk, a vidéki lét az egyre nagyobb problémát jelent, és egyre kisebb a vonzereje, és ez is okozhat egy problémát. Ez az egyszerű letelepedési támogatás segíthet, de azt gondolom, hogy talán inkább a távoli, leszakadóban lévő régiókban dolgozó háziós kollégáknak a finanszírozásban megjelenő kiemeltebb támogatása talán ez segíthet hosszú távon, hiszen ez egy egyösszeg, míg arra évről évre, vagy hónapról hónapra lehet számítani a finanszírozási összegnek a növekedésére. Újdonság, hogy az idei évtől alapellátó fogorvosok is jelentkezhetnek a támogatásra. A házi orvosi praxis vásárlásra és letelepedésre igényelhető támogatáshoz a pályázatokat október 15-ig lehet beadni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek.